Galamb. A Földön nehéz találni olyan embert, aki ne ismerné ezt a fajt. Az emberek már 10 000 évvel ezelőtt is ismerték és hasznosították a galambokat. Feljegyzések bizonyítják, hogy az emberek galambokat tenyésztettek már az ókori Perzsiában, Egyiptomban, Izraelben, Görögországban, Kínában, Közel-Keleten és Ázsia számos helyén. Egyesek táplálékszerzés céljából tenyésztették, mások vallási szertartásokon hasznosították, ezen kívül egyes sportesemények része is voltak, de a legfontosabb funkciójuk a hírek szállítása volt. A történelem során sokszor kulcsfontosságúnak bizonyultak, amikor az üzenetek gyors átadásáról volt szó. A galamb jelképe megjelenik a zsidóság, a kereszténység, az iszlám, a pogányság, valamint a katonai és pacifista csoportok szimbolikájában. Általánosságban pedig a szeretet, a szabadság és a béke szimbóluma. A galambkultusz a mai napig jelen van az életünkben. Talán nem veszük észre egyből, de ha figyelünk, megjelennek különféle helyeken logók, jelképek, szimbólumok formájában. Vajon mitől olyan különlegesek ezek a lények, hogy az emberek így istenítik őket? Egyesek úgy gondolják, hogy a galambok valójában a kormány által létrehozott drónok, amelyek az emberek megfigyelésére és irányítására szolgálnak. Ez az elmélet talán nem jár messze a valóságtól. Kínában ugyanis nemrég közzétették, hogy több mint 30 katonai és kormányzati szerv telepített efféle madárszerű megfigyelő drónokat az ország 5 tartományában. Egy galambdrón súlya 200 g és 30 perc alatt képes elérni a 40 km/órás sebességet. Minden gép nagy felbomlású kamerával, GPS antennával, repülésirányító rendszerrel és műholdas kommunikációs képességgel rendelkező adatkapcsolattal felszerelve. Vajon mit jelenthet ez a galamb populációra nézve? Lehetséges, hogy potenciális célpontokká válnak ezek után? Vagy lehet éppen mi válunk azzá? Mindez egyelőre a jövő titka.